Tisztelettel köszöntjük a Törzsasztal nézőit. Itt vagyunk a Fehértói Halászcsárda és Panzió teraszán. A főző partnerem Kádár Németh Matild, mesterszakács, konyhafőnök asszony, és egy nagyon korszerű ételt szeretnénk önöknek bemutatni. Azt gondolom, hogy érdemes lesz otthon is kipróbálni. Egy nagyon finom, csomboros, aludteljes nyúlragúlevest fogunk készíteni gazdagon. Ez egy kis kókusz zsír, egy nagyon egészséges zsiradék, és olvasztunk belőle egy kicsit. Egy kis sárgarépával kezdünk, hogy legyen gyönyörű szín ennek a levesnek. A csomborra, az őrpetrezselyemmel szenzációs szint fog mutatni. A másodleves az az, amikor valaki otthon készít egy finom húslevest, és aztán leszűri, akkor ott maradt a gyökér, répa, egy kis csontocska, meg hát természetesen itt is mi is bele fogjuk főzni ezeket a nyúl csontjait. Az azt jelenti, hogy visszafölengedjük vízzel, teszünk bele egy kis fűszert, és azután leszűrjük, berakjuk a hűtőbe, akár a fagyasztóba, és akár pörköltet, vagy bármit főzünk, azt nem vízzel engedjük föl, hanem mi úgy mondjuk, hogy egy másodlevessel. Megy a csombor bele. Gyönyörű, szép. Egy kis zöld petrezselyem, vágott zöld petrezselyem, mely még színesebbé tesszük. Belerakjuk a gombát. Mehet a hús is bele. És ahhoz, hogy ez ne főjön szét, ezért ezt lassan bele is rakhatjuk a levesbe, és finom roppanós fog maradni a zöldségrépa, azon kívül ugye természetesen ez a nyúlhús pár perc alatt, akár 10-15 perc alatt készre is főhet. Hát akkor egy kis só. Ez milyen fontos? Himalája só. Egy pici kis fekete bors. Savanyú káposzta, meg a citrom, ez mind azt fogja szolgálni, hogy egy kicsit visszafogja, tehát nem engedi szétfőrni a benne lévő nyersanyagokat. Tehát szórunk bele egy kis savanyú káposztát. Ez nagyon jó ízesít is. Matildka egy kis babéllevelet is fog belerakni. És elkészítjük a sűrítőanyagot. A sűrítésbe egy kis rizslisztet teszünk, kis gluténmentes. Na, még egy kicsit. Egy kis húslevessel fölengedjük. Kikavarjuk. És itt van ez a nagyon finom aludtej. Ezt hozzákeverem. Óvatosan hozzáöntjük. Citromot is belenyomjuk. Kellő savanykás legyen. Én azt gondolom, hogy ezután egy gyors, intenzív forralás, ez körülbelül 5-6 percig kell még forralni. Azt gondolom, hogy elkészült ez a nagyon finom leves, és tálalunk. Pusztán azért tálalom így, hogy látszanak a hozzávalók. Jó, egy kis levet szedünk még rá, és ahogy beszéltünk róla, egy kis díszítést még rakunk rá, kiváló hozzá egy kis citromkarika, egy kis tejföl, Matildka, az igaz, de ha nincs aludtej, jó a tejföl is, egy kis citrommal ízesítjük, díszítjük. A jellegzetes fűszert belerakjuk. Ime kedves nézőnk, elkészült ez a csomboros, aludteljes, nyúlragúleves gazdagon. Minden roppanósan benne van. Úgy gondolom, hogy ha esetleg otthon kipróbálják, azt a recept szerint el tudják készíteni. Ha pedig nem menne, akkor tessenek kijönni a Fehértói Halászcsárdába, szívesen elkészítjük, és itt meg tudják kóstolni.